Január 9 -e. Imádkozva vizsgáld magad. A ti egész valótok, mind szellemetek, mind lelketek, mind testetek, fethetetlenül őriztessék meg. Első Tesszalonikai Levél, 5. fejezet, 23. vers. A ti egész valótok, a Szent Szellem titokzatos munkája személyiségünknek azokban a rejtett rétegeiben folyik, amikhez mi nem férünk hozzá. A 139. Zsoltár írója így könyörög. Te vagy a kora reggelnek és késő éjszakának istene, a hegycsúcsoknak és a tengereknek istene. De uram, az én lelkemnek messzibb távlatai vannak, mint a kora reggelnek, mélyebb homája, mint az éjszakának, nagyobb magaslatai, mint a hegycsúcsoknak, és feneketlenebb mélységei, mint a tengernek. Te, aki mindazoknak istene vagy, légy az én istenem. Én nem érem el lelkem mélységeit és magasságait. Cselekvéseimnek vannak olyan indító okai, amelyeket nem tudok kinyomozni. Vannak álmaim, amelyekről nem tudom honnan jönnek. Vizsgálj meg engem, Istenem! Hisszük-e, hogy Isten mélyebbre hatol bensőnkbe, mint mi magunk? Jézus Krisztusnak a vére megtisztít minket minden egyes bűntől. János első levele, első fejezet. Hetedik vers. Ha ez a megtisztítás csak tudatos megtapasztalásunkig terjed, akkor Isten legyen hozzánk irgalmas. A bűnben élő ember annyira eltompulhat, hogy már nincs bűntudata. A bűntől való megtisztulásnak át kell járni a szellemünk mélységeit és magasságait, ha meg akarunk maradni a világosságban, amint Isten is a világosságban van, és akkor ugyanaz a Szent Szellem táplálja majd szellemi életünket, aki Jézus Krisztus életét is táplálta. Csak akkor őriztetik meg egész valónk, mind szellemünk, mind lelkünk, és Isten szem előtti fedhetetlenségben Jézus Krisztus visszajöveteléig, ha áthatolt rajtunk, Isten az ő szent szellemének csodálatba ejtő szentségével. Sohasem pihentethetjük meg elménket eléggé Istennek ezeken a hatalmas, mozdíthatatlan igazságain.